Sziasztok, itt a Lidl csatorna, és a mai videóban megcsináljuk a múltkori videónak, amiben elkezdtük felfedezni ezt az új területet, és elkezdtük csinálni a feladatokat is. Most folytatni fogjuk, onnan, ahol befejeztem. De most olvasni is fogom remélhetőleg a szöveget, hogyha nem akad meg a nyelven túl sokszor. A harcosok várni fogják jöttödet. Ha átmész a mocsarak másik oldalára, és az üreges fa alatt lovagolsz, agyarokkal szegélyezett ösvényre lesz. Kövesd ezt az ösvényt, az majd elvezet a harcosok területére. Jó, akkor most el kell mennem a harcosokhoz. Na, sziasztok, misztikusok! Olyan jó, hogy van végre egy hely, ahol bemehetsz a vízbe, és nem fulladsz bele. Vagy nem belefulladsz, hanem csak kiírja, hogy túl mély a víz, és visszatérsz a partra. Na, vannak ilyen festett agyarak. Na. Itt egy harcos őr. Állj, ki vagy? Állj meg ott, ahol vagy, ne gyere közelebb, a harcosok területén vagy. Közöld látogatásod célját, kívülálló. Azért jöttem, hogy a harcosokkal találkozzak, csak körbenéznék a faluban, csak egy szörtelen mókus vagyok lóháton. Azért jöttem, hogy a harcosokkal találkozzak. Ha, hát beszélj is. Lótársabb jobban teszed, ha megregulázod azt a mókust. Rendben, tovább haladhatok. Azért kösz, hogy beengedsz. Figyellek. Na jól van, még ott van egy feladat. Húzogjál kívülálló. Jó, én ma mentem volna, csak még beszélt hozzá. Rokko. Az újonnan érkezett, belépett a harcosok területére. Friss hús a vaderdőben. Az őr átengedett, úgyhogy biztos rendben vagy. Mi az, hogy friss hús? Rokko vagyok, én tartom a ménest az edzésben. Mi? Azon írva, hogy én tartom a ménest az edzésben. Mindegy. És mindenre készen. Versenyzés, fazéktörés, dobolás, csak a legjobb éli túl. Nyerít. Ti biztos Zara, meg Little Prince vagytok. Futótűzként terjedt a híre, hogy ti ketten beléptetek vaderdőbe. Hadd mondjam el nektek a nagyszerű harcosok ősi történetét. A Vénvisker Ludhuffal kezdődött, és veszélyes útjával a csontok nyug helyére. A kis szörmók is megérkezett, hogy beleüss az órát mindenbe, horkant. Egyáltalán mit akarsz tőlünk, kétlábú? Bármi is legyen a szürke világban, az biztos érdekesebb, mint ez a hely. Különben nem mentek volna el mindannyian, annyian közülünk. Nem. As, légy udvarias, Zara és Lipfülpénz csak körbenéznek. Csak azért viselkedsz barátságosan, hogy aztán gyenge pillanatokban lecsap rájuk, Rokko. Vagy úgy elpecsültél, hogy most már ki sem állsz egy kívülálló ellen, aki betör a területünkre. Nos, végül is jó lenne, ha bebizonyítanád a szándékaid. Készen álltok, hogy egy kihívásról itt ülkénzézen meg Zara. Úgy tűnik, ti ketten talán képesek vagytok bizonyítani nekünk. Keresd meg a harcosok szikláját, és beszélj a szertartás dobossal. Utána elkezdődik a beavatásod.
Véredben van a ritmus, ez a feladat neve. Harcos dobos. Egy zöld patájú lépett a szertartási területre. Próbára hívja magát tenni. A próbád napja elérkezett kívülálló. Hagyd, hogy átjárjon a mindenható harcos energiája. Az lesz a feladatod, hogy galoppozz és ugorj a dobokra olyan gyorsan és hangosan, ahogyan csak tudsz. Csak ezzel bizonyítod majd magad a bénes tagjai előtt. Megvan benne, de mi kell? Ez muszáj felhangosítanom, hát ha lehet hallani a dobolást. Na, nézzük. Na, dobolt valamelyik. Új bajnokunk van a kívülálló, bebizonyította, hogy erős. Nyaha. Megcsináltad, errefelé gyorsan terjednek a hírek, hogy leugrottál a szikráról a dobokra. Hihetetlen, puszta erő szinte egy ragyog. Juniper idejött, és felőled kérdezősködött. Nem nagyon kellene heti ménes gyűléseken kívül beszélnünk, de Nyihog, kivételt tettem. Beszélned kéne vele, a Nyihogó völgybe várakozik rád. Akkor sziasztok, harcosok! És akkor most mennem kell Juniperhez. Átvágunk. Jó, itt is vagyunk. Kedves virágos barátom, tragédia történt, és nem tudjuk, mit tehetnénk. Az arra valami szörnyűség történt, a virágok, amelyekről a csikók épp tanultak, a szűrgyük előtt tűntek el. Két percre fordítottam hátat, és a virágok feltűntek. Épp tanítani próbálom a csikókat, gyönyörű erdőkben található különféle növényekről, de most már mindent örökre elveszett. Aha, de úgy tűnik a bűnös szíromnyomokat hagyott maga mögött. Ha követnénk őket, biztosan oda vezetne ahhoz, aki elvitte a virágokat. Zara, Little Prince, igazán boldoggá tennétek a csikókat, ha kinyomoznátok, hová tűntek a virágok, és visszahoznátok őket oda, ahová tartoznak. Sokat jelentene, ha tudnátok segíteni. Jó, akkor menjünk. Ez biztos a sziromösvény, amelyikről Jupiter beszélt. Juniper, bocsánat. Ezek a sziromnyomok jó messzire elvezetnek, kövessük őket, Little Prince, és nézzük meg, hová visznek. Villó, vagy ki ez? Igen, villó. Zero is Little Prince. Ez nem az, aminek látszik.
Vagy lehet, hogy az nyerít, micsoda első benyomás. Nem akartam elvenni a virágokat a csíkoktól, de tényleg nagyon kedvesnek tűntek. Tudod, az oltárunk lerombolták megint. Azzal tartunk fenn erős kötődésünket Aidennel. És azzal fejezzük ki tiszteletünket az őrszemfa felé, hogy az erdő javát ajándékozzuk neki. Az oltárt újraépítettük. Segítettem Aldernek új felajánlásokat gyűjteni. Tényleg, ez csodás, köszönöm, de ez nem oldja meg a fennálló problémát. Valaki állandóan lerombolja az oltárainkat, gondatlanul végigvágrázik szent földünkön, és azt hiszem, tudom is ki az. A harcosok ménesének egy tagja, és most elég ennyit tudod. Beszélnem kell velük erről, de nem tudom egyetül megtenni, úgy látszik, te megértő lélek vagy, Zara. Támogatnál sokat jelentene. Oké. És most? Ugye itt van velem, Zara. Roku, Ash, biztosan tudjátok, miért jöttem ide. Willow, nyihog. Csak nem azért jöttél, hogy próbára tedd az erődet, miután Zara teljesen lenyűgözött minket a dobott ceremónián. Azok az értelmetlen oltárok, arra fogsz megkérni, hogy ne romboljam le őket, mi? Milyen kiszámítható. Misztikusokként az oltárok hitünk mélyen gyökerező részét képezik. Nélkülünk nem tehetünk fel ajánlásokat, az őrszemfáknak generációk hagyománya szakad meg. A harcosok vérében van, hogy erejüket próbára tegyék, nem adom fel, bármi is álljon az utamba. De erről te nem sokat tudsz, ugye, Hugi? Te feladtad a mi életmódunkat. Sóhaj, ennyi elég is, es, ne kezd bele. Lehet, hogy sikerül a két lábú barátodat, meg a kis kedvencét meggyőznöd az őszintességedről, de én átlátok rajtad, nem vagy igazi misztikus, sarlatán vagy. Elég legyen. Ezt egy méhnyeszgyűlésen kell megbeszélnünk, az erdészlovak is nyugtalankodtak valami hiányzó virágok miatt. Találkozzunk az őrszemfa alatt és beszéljük meg. Sóhaj, tudom, mire gondolsz, hogy ez se nővérem. Mi? Es lány? Ez komoly? És nem egyszerű történet, tudja, hogy hol rúgjon belém. Ahol a legjobban fáj. Remélem, hogy el tudjuk rendezni a dolgokat az őrszemfa alatt. Holder épp most készül elő a heti gyűlésre. Ott találkozom majd veletek. Zara meg Lükülkrész egy kis időre van szükségem most. Ez az egész helyzet a harcosokkal túl sok volt. Lehet venni valamit. Jaj, ezt az új felszerelést, amit mondtak. Nem is rakja le állavannak. Ja, ez csak baráti szinten lehet megkapni ezeket a dolgokat a harcosoknál. Ilyen közel vannak egymáshoz a ménes. Mert eddig azt hittem, hogy tök sokat kell menni egymáshoz. Na mindegy, akkor én valami biztos, valami hosszú úton mentem. Ó, most már tudom, hogy néz ki ez az őrszemfa. Üdvözöllek, Zara és Lüklüklénz. Pont időben érkeztetek, hogy tanúi legyetek a vaderdői ménes élet egy fontos részének. Mi ménesek szigorúan csak a saját területünkön tartózkodunk, de az őrszemfa alatti gyűlés hetente kötelező a ménesek számára. Az útmutatásunk nélkül ki tudja, mit találnának ki azok a harcosok, meg az erdészlovak. Horkant, kezdjünk is neki! Erre nem lenne szükség. Ha nem vitted volna el olyan arcátlanul a virágainkat. Willow nem tudta, felajánlási nap volt, és az őrszemoltárunk üres volt. Áldozatunk nélkül az őrszemmel ápolt kapcsolatunk megszakadhat. Sóhaj, oké, ezt tiszteletben tartom,
Rokkó, miért rombolta le a ménesetek oltalát? Es vadul vágtatott, és épp beleütközött. Olyan négy ballábas, és nagyon sajnálja, úgy Es felmordul. Szóval ez történt, értem. Szokás szerint csak egy félreértés, nyihog. Akkor ezt megbeszéltük. Hát ez csak természetes, de ha már itt vagyok, valamit muszáj megemlítenem. Harcosok, ez a véletlen dobolás, éjjel-nappal se gondolkozni, se meditálni nem tudunk. Semmit nem tudunk nyugodtan csinálni. Ide hallgass, álmodozó, a dobolás és szertartás a harcosok közé való. Beavatás fontos része, neked esélyed sem. Sóhaj, és megint itt lyukadunk ki. Majd máskor megbeszéljük, most egyezünk meg abba, hogy ti a ti falu részeteken maradtok, mi meg a miénken. Áll az Alku, mit gondolsz a helyzetről, Zara? Nagyon ritkán tudunk kívülállókat megkérdezni arról, mit gondolnak a dolgokról. Szóval vannak azok a válasz lehetőségek, hogy nem volt helyes elvenni a virágokat kérdezés nélkül, az ortál tisztelete nagyon fontos, muszáj nyargalászni és megerősödni bármi is legyen. Szerintem az oltár tisztelete fontos. Tehát te inkább a misztikusok álláspontjához vagy közelebb. Ők tényleg mélyebb kapcsolatot ápolnak az őrszemfával, mint a többi ménes. Örömmel hallottam a gondolataidat, Zara. Kérlek, látogass meg valamikor a nyihogó völgyben. Általában ott se verészek a mókusokkal, vagy nyihog. Leveleket írok. Ha a misztikusok területén jársz, szívesen kémlelném veled ezeket valamikor, vagy nézhetnénk az ebi halakat a lábban. Álmodj továbbra, Izzara. De engem se felejts el meglátogatni, most már átestél a beoltási szertartáson. Mindenképp be kell ugranod valamikor, hogy leellenőrizhessem a képességeidet. Ó, de jó, most már mindenki szeretné, hogy oda menjek. Köszönöm, hogy időt áldoztál arra, hogy megismerd a méneseket és a vaderdőt, amit mi otthonunknak hívunk. Most már nem egyszerű szürke lakó vagy, Zara, hanem szövetséges. Remélem tanultál valamit a ménesükről. Zara, sajnálom, hogy szemtanúja voltál a szivakodásunknak. A ménesek nem jönnek ki egymással már. Nos, soha nem jöttek ki. Túl különbözőek vagyunk ahhoz, hogy egyetértsünk bizonyos dolgokról, de végül is mindannyian fontosnak tartjuk ezt a hatalmas vénfát. Az őrszemfa egy ősi életőr, melyet a mondák szerint Jorvikra sok-sok évvel ezelőtt a leszálló lovas istennő ültetett. Éden legendája eljutott az emberek világába is. Fogalmazhatunk úgy is. Hú, ez megnyugtató, legalább egy kicsit civilizáltak vagytok. Ti emberek, de ugyanezt nem mindig mondhatunk el rólunk. Ménesekről horkant. Milyennek találtad a ménesekkel való találkozást és vaderdőnk felfedezését? Van az, hogy a ménesek igazán különlegesek, mindenki azt hitte mókus vagyok, ez az erdő varázslatos. Én azt választottam, hogy a ménesek igazán különlegesek. Eléggé különbözünk egymástól, nem? A generációkon áttartó elkülönülés miatt saját hagyományokat és önazonosságot alakítottunk ki. Azt hiszem, a környezetünknek hatalmas befolyása volt erre. Ha a harcosok területén nőttem volna föl, akkor is ugyanannyira értékelném a természetet. Néha elgondolkozom ezen. Nos, muszáj folytatnunk a dolgunkat, sok mindent meg kell tanulni. Nem, kicsikék? Az őrszem körül szedtünk pár növényt, azokat fogjuk tanulmányozni. Világító gomba és lila füvecske. Köszönjük, hogy visszaszereztétek a virágainkat. Little Princess Zara. Mindketten nagyon kedvesek vagytok. Szürke lakó létetekre. Seplingnek igaza van. Köszönjük, hogy tiszteltek minket, Zara és Little Prince. Szívesen látunk máskor is, hogy felfedezzétek a falut és az erdészlovak területeit. Viszontlátásra. Na, most, hogy végeztünk ezzel a feladattal, tudom, hogy még van belőle, de azt majd a harmadik részben, mert nem szeretnék olyan hosszú részeket csinálni. Szóval, a Lido csatorna voltunk. Sziasztok!